elkezdtem ezt a szabadulós játékot csinálni, és hát először a Pampano Beach-en nyitottunk egyet, ahol aránylag könnyen ment a dolog, mert ugye ott úgy támogatta a város is, a vállalkozókat, egyebeket aztán. Egy idő után arra gondoltam, hogy ennek igazából ez a legjobb helyen a South Beach-en lenne, ugye az egy nagy turista központ, egy turista rész, és ugye sok ember, stb. Én arra gondoltam, hogy ott is nincs semmiféle ilyen aktivitás, arra gondoltam, hogy ott kellene megpróbálni. Na most, hát igen, bementünk körülnézni, hogy hol lehet, mit lehetne, és olyan ellenállásba ütköztünk, amire nem számítottunk. Tehát ez egy nagyon zárt kis közösség, ahol nem akartak semmiféle vállalkozást. Az, hogy game, az, hogy kijelentettük, hogy ez egy game, onnantól kezdve becsukták a ajtót, ablakot, mindent. Nem is akartak velünk szobálni, beszélni, senki. Tehát se kiadni nem akartak helyet, se magát az engedélyeket nem akarták elfogadni, befogadni. Tehát így nagyon nagy ellenállásba ütköztünk, és találtam egy helyet, ahol kerestek a bizniszhez partnert, azaz nem is a bizniszhez partnert, hanem magához a bérlethez. Kiadták volna, túl nagy volt a helység, és egy részét kiadták az üzletnek. Na most én azt mondtam, hogy ez egy ilyen team building game, vagy nem is mondtam ki, hogy game, hanem inkább, hogy team building, stb. Na így tudtunk egy szerződést csinálni, azzal, hogy oda mehessek, és aztán ott gondoltam, hogy egy kis rés, a mesébe, hogy egy kicsit hadd dugjam be a lábam, mint a farkas, ugye a kismalacoknak. És azt gondoltam, hogy utána már majd valahogy lesz. És hát szerencsére ez bejött, összejött olyan szinten, hogy megcsináltam a játékot, egész szépen elkezdett működni, ment, aztán megkerestek ilyen movie promotálók, és kérdezték, hogy hát lehetne itt filmeket promotálni, és hogy tudnék esetleg olyan játékot csinálni, a Mission Impossible-t, és mondtam, persze, természetesen megcsináljuk. És akkor ugye megcsináltam ezt a játékot, promotálták a movie-t, ott ugye Miami-ba is egyszer jöttek, hogy hát eljönnének a színészek, mármint a Tom Cruise és a Rebecca Ferguson. Környékén gondoltam, hogy valahol erre kellene valamilyen kis ajándékból, valami ugye, hogy csinálgatok ilyen ékszereket, ezt az ajándéktárgyakat. És ugye ennek kerestem egy helyet, és aztán hát ugye nem találtam egy akkora helyet, amekkorát kerestem, hanem egy kicsit nagyobb lett, és aztán ugye ezzel kellett, vagy aztán ebből fejlődött tovább az egész, hogy egy ajándékból, egy bár, egy étterem, vagy nem étterem, egy büfé. Tehát tulajdonképpen ez is egy ilyen improvizáció volt, nem volt pontosan eltervezve. Tulajdonképpen ugye egy nagyon szeretem ezt a kis darabkát, ezt a hurikán döntötte ki ezt a fát, és aztán ide felhúztam, ezt innen kintről hoztam be az utcáról, és gondoltam, hogy ezt megmentjük az Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy minden magyarnak sokkal nehezebb vállalkozni Amerikában, mint egy helyinek. Ugye a helyismeret hiánya, az emberek, a nyelv, a mentalitás. Tehát én azt gondolom, vagy én mindig azt mondtam, hogy egy magyarnak kétszer olyan vagy háromszor olyan nehéz egy vállalkozást beindítani és vinni, mint egy helyinek, vagy amerikainak akár. Ugye, hiányzik a háttér, a szülők, a barátok, rokonok, segítség. Ugye Magyarországon Kalákában megcsináltunk annak idején mindent, itt ez, nem ismerik ezt a dolgot. Tehát itt nagyon keményen meg kell mindenért küzdeni, mindenért meg kell keményen dolgozni, és mindent ki kell fizetni. Nincs az, hogy majd, meg megadom, meg megfogom. Tehát ugye nehéz, de viszont könnyebben lehet eredmény.
Hát kitartás. Ez a három dolog. Nem állnak itt meg, akkor nagy bajt követnek el, mert utána én aztán keresni fogom őket, az egész világba üldözni fogom őket. Tehát én nagyon szívesen, szeretettel várok mindenkit, nagyon szeretném, hogyha bejönnének, meglátogatnának és megkóstolnák a napi ajánlatunkat. És a koktélt, ahogy halljuk. Igen, mindenképpen. Szóval mindenkit arra kérek, hogy feltétlenül álljon meg itt, ha ismer. Izlamorádára feltétlenül gyertek be. Zsuzsa és Joe egy fantasztikus környezetet teremtett is, és garantált a magyar vendégszeretet is.